Egy sajtótájékoztató részeként jelentette be Dunaújváros vezetése, hogy idén is meghirdetik a kutyatább gyűjtő akciójukat a Városháza téren. A kezdeményezés azt a célt szolgálja, hogy a városlakók inkább a kis kedvencekre költség, a petárdára, tűzi játékra szánt összeget. A tájékoztatón felszólalók sorát Kálló Gergely nyitotta. Három évvel ezelőtt Bart Endre barátommal elindítottunk egy akciót, aminek a lényege a nevében is foglaltatik, hogy petárda helyett kutyatápot vásároljunk. És minden évben, minden évben tartunk egy gyűjtést, itt Dunaujvárosban szilveszterhez közeledvén, és hát azt kell mondanom, hogy évről évre rekordokat döntünk. Már az első akció során is minket nagyon meglepő mennyiségű kutyatáp, macskatáp gyűlt össze. Megrendezzük még egyszer, akkor minden képzeletet felülmúlóan több mint 500 kg kutyatáp, össze. Kálló Gergelyt követően Pintér Tamás kiemelte, büszke azokra a sportolókra, edzőkre, sportegyesületi vezetőkre, akik csatlakoztak az ügyükhöz. Hozzátette, az önkormányzat idén sem fog költeni a tűzi játékozásra. Ezek az emberek, akik itt mögöttem állnak, mind elkötelezett hívei az állatvédelemnek, és én azt gondolom, hogy ez nagyon nemes tett részükről is, hogy így módon a saját jelenlétükkel is tudják azt garantálni minden város lakónak, hogy igenis vannak a városunkban is olyan emberek, akik Kiállnak az állatokért, és összefogva együtt tudják őket is segíteni. Endre hangsúlyozta, december 28-a és 30-a között várják a felajánlásokat. Idén nem egy alkalommal, hanem három napon keresztül lesz majd ez a gyűjtés. 28-án, 29-én, 30-án itt a városháza főterén délután 2 órától 6 óráig lesz majd nyitva a faház. Itt lesznek majd a sportolóink, beosztják ugye ezeket az időket, és hozzájuk lehet majd hozni az adományokat. Úgyhogy nyilván ezeket az időpontokat még meg fogjuk hirdetni, de akkor még egyszer elmondanám, 28-a, 29 -a és 30-a délután 2 órától 6 -ig. Várunk mindenkit sok szeretettel! A tájékoztatót követően Szalai Babett, a DKK játékosa elmondta, örömmel csatlakoztak a kezdeményezéshez. Guri Csatilla mondta el nekem, hogy lesz egy ilyen kezdeményezés, természetesen azonnal igent mondta és a csapattársaim is azonnal azt mondták, hogy természetesen részt veszünk egy ilyenbe, úgyhogy örömmel jöttünk ma el ide. Az önkormányzat képviselői továbbra is várják a városházatéri forgatagra az érdeklődőket. A szórakozási lehetőség mellett jótékonysági akció, valamint kézműves foglalkozások is megtalálhatók a téren.